Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol a vonzás törvényéről, spiritualitásról és önfejlesztésről tudhatsz meg többet. Örülök, hogy ma is velem tartasz. Ha új lennél, ne felejts el feliratkozni, hisz minden héten új videóval várlak. Ma pedig megtudhatod, mi az, ami nélkülözhetetlen a sikerhez. Ez nem más, mint hogy cselekedned kell. Bármire is vágysz az életbe, azért lépéseket kell tenned. El kell határoznod, hogy bármilyen félelmetesnek vagy nehéznek is tűnik valami, igenis lépned kell. Ha nem teszed meg, és ugyanazt csinálod, mint eddig, ugyanazokat az eredményeket fogod kapni. Döntéseket kell hoznod, elhatározni magad, és kitartani a döntésed mellett. Ha le akarsz szokni a dohányzásról, el kell döntened, hogy ez lesz az utolsó szál, és ragaszkodni a döntésedhez, bármilyen nehéz is. Ha szeretnél egy saját üzletet, bármilyen kockázatosnak is tűnik, bármit is mondanak mások, bele kell vágnod, hiszen ez az egyetlen módja, hogy elinduljon és sikeres lehessen. Döntened kell és cselekedni. Még ha megnyered a lottót, ahhoz is venned kell egy szelvényt, kitölteni és feladni. Mindenhez szükséges döntened és cselekedned. Minél többször hozol döntéseket gyorsan és cselekszel a célod érdekébe, annál hamarabb érsz el sikert, és annál könnyebb lesz a következőt meghozni. Amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy bármilyen nehéznek is tűnik, amibe belevágsz, hinned kell magadba, és tudnod kell, hogy sikeres lesz, hisz teszel érte, és megérdemled. Honnan fogod tudni, hogy a döntésed helyes, hogy megfelelően cselekszel-e? Csak is akkor, ha fejleszted saját magad. De ez mit jelent? Először is határozd meg, mi is pontosan az, amire vágysz. Tegyük fel, ez egy saját étterem. Erről a legtöbb ember úgy gondolja, hogy nagyon kockázatos és nehéz. Valószínűleg ezt már te is sokszor hallottad, így ezt elhiszed. Ilyenkor fontos a megfelelő megerősítéseket kiválasztani, és minden nap újra és újra leírni és kimondani őket. Mint például. A kockázat ellenére az én éttermem sikeres lesz, és imádni fogják az emberek. Találj 10 megerősítést, és koncentrálj ezekre, ameddig szükségesnek érzed. Ezek mind segíteni fognak, hogy higgy a sikeredbe, és így sokkal szívesebben fogsz cselekedni is. Ha félsz a kudarctól, nem fogsz szívesen lépéseket tenni. Ez mellett, ami nagyon fontos, hogy érezd jól magad. Kezd úgy a reggeled, hogy ez megalapozza az egész napi jókedved. Keresd olyan technikákat, amik jó érzéssel töltenek el. Válasz olyan programokat, olyan emberekkel, ahol tudod, hogy jól fogod érezni magad. Amikor boldog vagy, a frekvenciád megegyezik a vágyad frekvenciájával. Ekkor fogod észrevenni azokat a lehetőségeket, amik segíteni fognak. Olyan embereket fogsz megismerni, akik segítenek, és támogatnak. Minél boldogabb vagy, annál könnyebben fogod észrevenni azokat a jeleket, amik segítenek és vezetnek az utadon. Amikor nem érzed jól magad, nem fogsz tudni szívből cselekedni. Nem leszel motivált, és így nem is fogod tudni elérni azt, amit szeretnél. Legyen az első számú célod, hogy jól érezd magad, és innentől minden sokkal könnyebben fog menni. Ami még segítségedre lesz, az a vizualizáció. Minden este, mielőtt elalszol, lásd magad előtt tisztán a célod. Vigyél bele minél több érzést. Lásd magad az éttermed megnyitóján, ahol telt ház van. Lásd magad álmaid párjával boldogan. Azok a képek legyenek előtted, amit szeretnél, és tedd fel magadnak a kérdést, miért vágysz erre. Ez segíteni fog minél több érzést belevinni a vizualizációba, és így lesz igazán hatékony. Mindig fontos érzelmeket belevinni, legyen szó vizualizációról, megerősítésekről, vagy bármilyen technikáról. Ezek mellett köszönd meg gyakran az univerzumnak, hogy melletted áll és segít elérni a céljaid. Tehát mindig arra törekedj, hogy jól érezd magad, így cselekedni is sokkal könnyebb lesz. Válasz 10 megerősítést, amit minden nap leírsz, kimondasz és gyakran gondolsz rá. Hozd meg a nehéz döntéseket, és cselekedj! Ha tetszett ez a videó, lájkold és oszd meg, hogy eljuthasson másokhoz is,
csodás napot és sikeres teremtést kívánok!